Hello zusammen, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a mai adásban, és most megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok az üvegfelületeket egy gyönyörű szép tisztává varázsolni. Minden, ami az üvegtisztításhoz szükséges, ide kikészítettem. Legelsőnek szükségünk van egy üvegtisztítóra, egy lubrikátorra, egy tisztító gyúrmára, ezekkel fogjuk tisztítani és felkészíteni az üvegfelületeinket természetesen szükségünk lesz izopropanóra, és miután a tisztítási folyamat elkészült, tehát az üvegfelületek gyönyörű szép tiszták, és fel van készítve arra, hogy úgymond felzigelungot tegyünk rá, vagyis tartós vakszot, vagy akár egy ilyen fújós vaksal fel tudjuk készíteni, ami azt eredményezi, hogy nem csak, hogy az üvegfelületünk sokkal szebb lesz, tisztább lesz, és nagyon jó lesz a szemnek, hanem hidrofób hatása is lesz, tehát sokkal nehezebben lesz szennyezett. Ha meg szennyezett lesz, akkor nagyon egyszerűen, gyorsan és könnyedén tudjuk tisztává varázsolni. Mondom se kell, hogy az üvegfelületek teljes tisztasága miért is fontos a vezetés szempontjából, mivel gátolja a kilátást, így a vezetési élményt, és nagyon balesetveszélyes. Tehát mindig fontos, hogy az üvegfelületeink gyönyörű, szép, tiszták legyenek úgy kívül, mint belül is. Első lépésben megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok az oldalüvegeket megtisztítani, gyönyörű szépen, és természetesen ki fogunk térni a szélvédőre is, mert rengeteg kommentet kaptam, hogy hogyan tudjátok a szélvédő belső oldalát, Patika gyönyörű szépre megtakarítani. A legelső lépésben azt fogjuk csinálni, hogy az üvegtisztítóval és a hozzávaló üvegtisztítására gyártott mikroszálas törlőkendővel meg fogjuk tisztítani az üvegfelületen külső felületét. A legegyszerűbb módszer hogy rápermetezed az üvegtisztítót az üvegfelületre, utána az üvegtisztítására használt mikroszálas törlőkendőt így rátikered a kezedre, tehát az újat hegyével gyönyörű szépen az élek mentén is végig tudsz menni, és szépen az ablak szélén, tehát a legszélső részét takarítod meg, és utána jöhet a belső fele. Utána föntről lefelé, függőlegesen is áttisztítjuk. És, ami nagyon fontos, egy pro tip, hogy engedd le az ablakot, hogy az ablak felső perem is gyönyörű szépen meg tisztítani, tehát így tudsz minőségi és tökéletesen tiszta munkát végezni. Mivel az ablakok általában csukva vannak, ezért itt gyönyörű szépen meglátszik ezen a kis csík részen, az üveg élén, hogy mennyi szennyeződés marad meg. Tehát, hogyha fölhúzott ablakkal megtisztítod az üvegfelületet, igaz, hogy itt szép lesz, viszont itt, ahogy lengedik az ablakot, vagy te lengeded, azonnal látszik, hogy nem lett megtakarítva. Úgyhogy ne feledkezzünk meg erről, mert ez is egy nagyon fontos, hogy minőségi, tiszta munkát tudjunk végezni, mert tiszta és tiszta között is van különbség. Ugyanazt a módszert alkalmazzuk, fújunk egy kevés ablaktisztítót az üvegfelületre, és utána az üveg tisztításra használt mikroszálassal gyönyörű szépen az élét is megtakarítjuk az üvegnek. Igaz, hogy a belső felületét is kívülről meg tud tisztítani, hogyha rámarkolsz, de azért egyszerűbb, hogyha kinyitod az ajtót, ugyanúgy fújsz rá egy kis ablaktisztítót, és a mikroszálas törlőkendővel gyönyörű szépen az ívét, az élét az üvegnek ugyanúgy megtisztítod, mint ahogy a külső felületénél. Az első lépés úgymond második alpontja, hogy az üvegünknek a belső felét ugyanúgy, mint a külső felét megtisztítjuk. Tehát ahogy felvittük a kis üvegtisztítónkat, ugyanazzal a módszerrel, mikroszálas törlőkendővel az élén végighaladva, elsőnek tehát úgymond a doboz szélén megyünk körbe, és aztán a belső felületén, miután megvolt a vízszintes mozdulatok, jöhet a függőleges és ezzel gyönyörű, szép tisztává tudjuk varázsolni az üvegünket. Na ezt nézzétek, hogy már most milyen gyönyörű, szép, tiszta az üvegfelületünk. Ugye annak tűnik? Na gyertek, megmutatom, hogy mennyi rejtett szennyeződés található még az üvegfelületen. Ahhoz, hogy az üvegfelületen rejtező kis szennyeződéseket még elő tudjuk úgymond csalni, szükségünk van egy tisztító gyurmára és egy lublikátorra. A gyurmából, hogy minél jobban tudjam szemléltetni nektek azt, hogy mennyi szennyeződés marad még ilyenkor az üvegfelületen, levágtam egy teljesen tiszta darabot, megmutatom nektek, Körbe vadon a súly, és megnézhetitek, hogy ebből a szép kék gyurmából mi lesz, miután megtisztítjuk az üveget. A lubrikátorra azért van szükség, hogy a gyurma az üvegfelületén könnyebben tudjon oda-visszamozogni, nem szabad megijedni, a gyurma nem fog semmilyen kárt tenni az üvegfelületekben, mivel a gyurma egy nagyon finom csiszoló hatást végez és emiatt sokan megijednek, hogy Úristen össze fogja karcolni az ablakunkat, mint a fényezést. Nem kell megijedni, az ablak sokkal, sokkal keményebb anyagból van, és sokkal jobban karcáló, mint maga az autónknak a fényezése. Tehát miután a lubrikátort felvittem, gyönyörű szépen, függőleges és kereszt mozdulatokkal mindenhol áttisztítjuk az üvegfelületet, ezzel úgymond négy tisztítjuk, ugyanúgy, mint az autónak a fényezését, mivel az üvegfelület külső része ugyanúgy ki van téve a környezet külső behatásainak, mint a lak. Igaz, hogy nem látszik annyira, és lehet, hogy nem annyira feltűnő, vagy nem veszed annyira észre rajta, de ugyanúgy összegyűjti a rengeteg szennyeződést, olajpöttyöt, dzsuvát, akár még szállórosdát is. Miután ezzel meg megmutatom nektek, hogy a gyönyörű szép kék gyurma hogyan is néz ki. Látjátok? Szinte fekete pöttyökkel van tele az egész. Nagyon szépen látszik, hogy az üvegfelületünk is összegyűjti ugyanúgy a szennyeződéseket, mint akár az autónknak a fényezése. A gyurmával való tisztítás után természetesen a lubrikátor és a gyurma után maradt maradékot azt visszatörőjük, teljesen szárazra, egy tiszta, magas minőségű mikroszálas törlőkendőt használva, Ezután jöhet az izopropanolos tisztítás, ami felkészíti az üvegfelületet, tehát zsírtalanítja, és így sokkal tartósabb lesz a vax bevonatunk, ami az üvegfelületre kerül ezt a kis trükköt, hogy gyurmával tisztíts meg az üvegfelületet, nem csak ilyenkor tudod alkalmazni, hanem akkor is, hogyha mondjuk a lak, vagy akármilyen festékpára került, vagy köt került az autódra, és emiatt pöttyös lett, vagy akár van rajta szállórosda, vagy olajpöty, vagy bármilyen gyanta maradvány, azt is mindent ugyanígy ezzel a kis gyurmás trükkel patyolat tisztára el tudsz tüntetni. Miután az üvegfelületünk tiszta, következhet az izopropanolos tisztítás. Az izopropanolt ugyanúgy csak felviszük az üvegfelületre, mintha üvegtisztító lenne, és egy tiszta mikroszálas törlőkendővel zsírtalanítjuk az üveget. Most már, hogy az üvegünk nem csak tiszta, hanem zsírtalan, következhet a vaxolás, amihez használhatsz tartós vaxot, ha időd engedi, vagy használhatsz ilyen fújós vaxot. A tartós vax, mint ahogy a nevében is benne van, tartósabb, tehát hosszabb ideig marad fent az üvegfelületeken, viszont ugye több időt igényel a felvitele. A fújós vaksz, természetesen nem annyira tartós, nem olyan sokáig maradt fent az üvegfelületedre, mint a tartós vak, viszont a felvitele nagyon gyors, nagyon egyszerű, gyönyörű szépen ugyanúgy csíkmentesre vissza lehet törölni, és ugyanazt a hatást éred el, mint a tartós vakszal, csak nem olyan hosszú ideig. Én jobban szeretem az oldalsó üvegfelületekre a fújós waxot használni, és az első szélvédőre és a hátsó szélvédőre viszont tartós vakszot. Mivel az üvegfelületeket nem csak egy évbe egyszer tisztítjuk, vagy egy hónapba egyszer, mivel amikor az autót lemossuk, szerintem egyértelmű, hogy ugyanúgy az üvegfelületeket is áttöröljük, és ezt nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan föl lehet aplikálni az üvegre, ezért szerettem nagyon a fújós vakszot használni. Ezt nézzétek, hogy milyen gyönyörű szép tiszta lett az üvegfelületünk, hát valami fenomenális. És amellett, hogy tiszta, hidrofóbis, tehát pergeti a vizet, így esős időben sokkal könnyebb vele közlekedni, sokkal jobb, és nem lesz olyan könnyen szennyezett. Megmutatom, hogy az egyáltalán nem megtisztított, nem lekezelt, nem üvegfelületen, hogyan pereg le a víz. Látszik, hogy egyáltalán nem pergeti, egy vízfüggönyt alkotva megáll rajta a víz, így összegyűjti a koszt, az útporát, mindent. Tehát ez így nem jó. Viszont a már megtisztított, lekezelt, leápolt, mély tisztított üvegfelületünken a víz egyszerűen nem akar megmaradni. Gyönyörű szépen eltávolodik róla, és azt mondanom se kell, hogy hogyha menetbe vagy, akkor a menetszél a maradék pár cseppet is eltünteti. Hát milyen jól néz ki! Ahhoz, hogy a szélvédőnk belső felületét makolátlanul tisztára meg tudjuk tisztítani, első lépésben a szélvédőnk külső felületét kell nagyon szépen megtakarítanunk, mert akkor sokkal könnyebben észre fogjuk tudni venni a belső felületen lévő szennyeződéseket, és természetesen, hogyha kívülről is tiszta és belülről is tiszta, egyszerűen egy élmény vezetni az autót. Ehhez semmi másra nincsen szükségünk, ugyanúgy az ablaktisztítónkra, mikroszálas törlőkendőre ezt ugyanúgy felviszik az üvegfelületre, mint az előbbiekben, és gyönyörű szépen áttisztítjuk az autónak az üvegfelületét. Mondanom se kell, hogy mielőtt nekiállsz üveget tisztítani, természetesen mosd le az autót, hogy az útnak a vastag porát és azt a rengeteg szennyeződést, ami a szélvédőn összegyűlik, azt ne a rongyal szedd össze, hanem már a relatíve tiszta, durva szennyeződéstől mentes szélvédőt tisztítsd meg az üvegtisztítóval. Az első lépcsős tisztítás után jöhet ugyanúgy a gyurma és a lublikátor. megmutatom a gyurma felületét, hogy teljesen tiszta. Itt van, amit használtunk. Itt a tiszta gyurma. A lubrikátort ugyanúgy felviszed az üvegfelületre, és utána a gyurmával kereszt és hossz mozdulatokkal gyönyörű szépen átgyurmázod, ugyanúgy áttisztítod az üvegfelületet, mint hogyha az autónak a lakjáról lenne szó. Ezt nézzétek, hogy néz ki a gyurmánk. magáért beszélt. Teles, tele volt úgymond rejtett szennyeződéssel az üvegfelületünk, amit eltávolítottunk, és most már gyönyörű szép patyolat tiszta. Az, hogy a tartós waxunk tartósabban, tehát hosszabb ideig, mint ahogy a nevében benne van, védje az üvegfelületünket a szennyeződések ellen, és sokkal tovább pergesse a vizet, ugyanúgy meg kell tisztítani izopropanollal. Következhet a tartós vax, vagy a kemény vax, ki hogy szereti, felvitele a szélvédőnkre, amihez természetesen vaxra van szükségünk és egy applikátorra. A terméket használat előtt alaposan felrázzuk, ezután teszünk egy keveset az applikátorra, nem a mennyiségen van a hangsúly, ez nagyon fontos, hanem a minőségi munkán. Ennyi bőven elég lesz. Tartós vaxot a szélvédő külső felületére körkörös mozdulatokkal felvisszük, gyönyörű szépen mindenhol lekezeljük alaposan, 5 percet állni hagyjuk, és miután a vaxunk teljesen kiszáradt, akkor egy tiszta, száraz mikroszálas törlőkendővel visszatöröljük. Elindítjuk az órát, és 5 percet várunk. Miután letelt az 5 perc, egy gyönyörű szép tiszta mikroszálas törlőkendővel, körkörös mozdulatokkal eltávolítjuk a vax maradékát, teljesen visszatöröljük, és így kapjuk meg azt a gyönyörű szép tiszta felületet az üvegünknél, ami nem csak hogy tiszta, hanem hidrofóbis, tehát pergeti a vizet, ami esőben használva gyönyörű szép, tehát nem, nem mindig van szükség az ablaktörő lapátok használatára, mivel a vax miatt a víz egyszerűen nem tud megmaradni az üvegfelületeken, és így a menetszélnek köszönhetően a víz vízcsepp egyszerűen leszalad a szélvédődről. Úgyhogy ez egy nagyon jó praktikus ötlet. A puding próbálja az evés, a wax maradék eltávolítása után, miután visszatöröltük, nézzük meg, hogy mi történik, hogyha víz éri a szélvédőnket. Gyönyörű szépen lepereg, a víz nem marad meg az üvegfelületen, ezáltal sokkal biztonságosabb és kényelmesebb is így vezetni. Fantasztikus! Miután a szélvédőnk külső felülete teljesen tiszta, kezdődhet a belső felület tisztítása. A szélvédőnk belső felületén rendszeresen megjelenik pára és egy ilyen bizonyos kis filmréteg, egy kicsapódás, mivel az összes műanyag, amit gyártanak és bekerül egy autóba, tartalmaz, Ilyen zsírokat, olajokat, ami a meleg hatására elkezd elpárologni és gyönyörű szépen kicsapódik a szélvédő belső felére, amit már rengetegen írtatok, hogy nagyon zavaró, és nem tudjátok, hogy hogyan tüntessétek el. Most meg fogom mutatni, hogy milyen könnyű módszerrel tudjátok a szélvédőtök belső felületét is olyan gyönyörű szép tisztává varázsolni, mint az autótok többi külső üvegfelületét. Arról nem is beszélve, hogyha valaki dohányzik az autóba, természetesen a dohányfüst annak ellenére, hogy az ablak le van engedve dohányozás közben, gyönyörű szépen megtapad az üvegfelületeken mindenhol, és nem csak az első szélvédőn, hanem az oldalsó és a hátsó szélvédő. Is, és ez gyönyörű szépen meglátszik, hogy amikor tisztítod az üvegfelületet, a tisztító rongy, vagy papír, vagy akármivel tisztítod, sárga lesz. A szélvédőnk belső felületén rengeteg szennyeződés tud gyűlni, főleg akkor, hogyha az ember nem tisztítja rendszeresen. Első lépésben adunk a szélvédőnek egy teljesen normális belső ablak tisztítást, és utána jöhet a varázslat. Nem szabad elfelejteni, hogy a szélvédőnk belső felületének tisztításánál az ablaktisztítót nem úgy, mint a külső felületénél, nem direktbe befújjuk az ablakfelületre, hanem a ronyra fújjuk. De azt se úgy, hogy ide tesszük, mert mindenhova rámehet ugye az ablaktisztító. Figyeljünk arra, hogy nem fújjuk így a szélvédőre, mert gyönyörű szépen mindenhova lepotyog, ugye rákerül az ablaktisztító, ide a műanyagokra, és ezt a legegyszerűbben, a lehető leggyorsabban el kell távolítani. Tehát emiatt is mondom, hogy nem szabad az autóban belül csak úgy az üvegfelületre fújni, hanem fújjunk magára a tisztító ruhára. Igen, a szélvédő belső felületének a tisztítása nem igazán olyan egyszerű folyamat, mint a külső felülete, tehát egy jogázó mestert megszégyenítően kell a kezünket használni, és oda-vissza mozdulatokkal Gyönyörű szépen áttisztítjuk. Mindjárt mutatom, hogy nekem melyik a kedvenc jogapózom. Ahhoz, hogy mindenhova be tudjál férni a rongyal, és gyönyörű szépen ki tud tisztítani az üvegfelületet, megfordulsz, háttal a szélvédőnek, kicsit ő hangzik, megfogod a mikroszálas törlőkendőt, és ahogy megfordultál, gyönyörű szépen mindenhova befér az ujjad, és olyan helyeken is meg tudod tisztítani a szélvédőt, ahova másképp nem férnél oda. Viszont az első üvegtisztítás után igaz, hogy sokkal tisztábbnak néz ki az üvegfelületünk, ez tény és való, viszont rengeteg kis olyan pici szennyeződés maradt még itt belül. Igaz, hogy a kamerán nem látjátok, viszont ti ugyanúgy észreveszitek, hogyha megtisztítjátok a szélvédőtöket, hogy tiszta, de amikor használjátok, azért mégis maradt egy-két helyen pár szennyeződés, amihez jön a trükk, hogy hogyan tudjátok patyolat tisztára megtisztítani és eltávolítani az üvegfelületről. A varázslatot szó szerint értettem, mert szükségünk van egy ilyen varázsszivacsra, vagy ki hogy ismerik, koszradira, és egy kis vízre. Megmeríted a szivacsot a vízben, természetesen kinyomod, hogy ne legyen csurongvizes, csak épp hogy nedves. Így tehát nem szárazon fog járni az ablakon. A nedvesítést követően meg gyönyörű szépen áttisztítjuk a szélvédőnk belső felületét. Itt használhatsz körkörös mozdulatokat hosszirányú mozdulatokat, ahogy neked szimpatikus, és ezzel így gyönyörű szépen az összes olyan szennyeződést a szélvédőről el tudsz tüntetni, amit az üvegtisztítás nem igazán akarna leszedni, és miután a koszradíros tisztítással is végeztél, nem maradt más hátra, mint még egy soron üvegtisztítóval megfogod és áttisztítod a szélvédődet. A koszradírozás után jöhet a vízeltávolítása, egy tiszta mikroszálas törlőkendővel. A koszradírozást követően az üvegfeletünk már gyönyörű szép, viszont az utolsó lépésben nem maradt el az üvegtisztító és az üvegtisztítására kialakított mikroszálas törlőkendős tisztítás. Na ezt nézzétek, hogy milyen gyönyörű szép, Patika, hibátlan tisztelet a szélvédőnk. Hát egyszerűen fenomenális. Nézzétek meg, egy deka porszem, egy zsírpöty, semmi nem található rajta. Egyszerűen gyönyörű szép. Egyszerűen úgy néz ki, mintha nem is volna üveg a szélvédőbe benne. Hát ez hihetetlen. Na, ilyen gyönyörű, szép eredményt tudtok elérni ezzel a metodikával. Ugyanezt a technikát, tehát tisztítás, gyurmázás, tisztítás, vaxolás, ugyanezt alkalmazhatod a visszapillantó tükrön, itt nagyon szépen látszik, hogy mindenhol teli van vízköve, A vízkegyékén nagyon szívesen megragad vagy megáll az üvegfelületek többi részén is, vagy a többi üvegfelületen, és most ugyanígy meg fogjuk ezt is itt tisztítani. Ezt nézzétek, nyoma nincsen a vízkőnek, és nem csak, hogy vízkőmentes, gyönyörű szép, zsírmentes, patyulattiszta és hidrofób lett, így egy élmény vezetni. Természetesen mindent, amit a videóban láthatok és használtam, lent beraktam a leírásba, hogy könnyen megtaláljátok, és a primatek.hu-nál, hogyha ezeket a termékeket szeretnétek beszerezni, a Sub 10 kupont használva 10% kedvezményt kaptok. Tizet, nem kevesebb, mint tizet. Remélem, hogy tetszett a videó, hamarosan jövök a következő epizóddal, ha van vélemény, azt nyugodtan írjátok lent a komment szekcióban. Úgyhogy kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délőttől délutánt, hét elejét, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok!